a Széchenyi utcában, a József Attila utca és az Erkel utca között, illetve a Batthyány utcában, a József Attila utca és a Széchenyi és az Erkel utca között egyirányúsítás történt. Magyarán mondva, ezt a kis négyzetalakú területet körforgalomszerűen lehet a továbbiakban körüljárni. 2016 év elején lépett életbe ez a változás. Erre részben lakossági igény volt, részben pedig forgalomtechnikai szükséglet. Akik itt laknak, vagy erre közlekednek, azok talán többször szembesültek azzal a rendkívül balesetveszélyes helyzettel, hogy kihajtani kívántak a Széchenyi utcából az Erkel utca irányába, ugyanakkor az Erkel utcából a Széchenyi utcába, akik be akartak fordulni, azok parkoló járművekkel találták szembe magukat, és így kellett ott ezt a forgalmi helyzetet úgy megoldani, hogy a baleset ne alakuljon ki, ami legtöbbször persze sikerült, de voltak ebben a kereszteződésben balesetek is. Az is természetes, hogy bármilyen forgalomtechnikai döntésnél sértünk érdekeket. Olyan megoldást soha nem sikerült találni, aki mindenkinek a támogatását élvezi. Ennek a megoldásnak is vannak ellenzői, vannak olyanok, akik már az önkormányzatnál jelezték, hogy ez a megoldás szerintük nem megfelelő. Most egyelőre ezt így hagyjuk, és a tapasztalatok alapján, ha szükséges, akkor a későbbiekben természetesen lehet ezen is módosítani, hiszen semmi nincs kőbevésve. Azt kérem, hogy ne rutinból vezessenek az erre közlekedők, hanem figyeljék a közlekedési jelzéseket, tehát az Erkel utcából a Széchenyi utcának erre a szakaszára ne hajtsanak be. Akik ebbe az irányba közlekednek, azok a Batthyány utcát vegyék igénybe, az Erkel utcából a József Attila utca irányába, valamint ugyancsak akik a József Attila utcából érkeznek, azok ne a Batthyány utcát vegyék igénybe, hiszen az déli irányba egyirányosítva lett, hanem a Széchenyi utcán hajtsanak ki. A közterület felügyelőket arra kértük, hogy az első időszakban ne büntessenek, hanem figyelmeztessék az erre közlekedőket, akik esetleg az egyirányosítás szabályát megsértik, hiszen nem a büntetés a cél, hanem az, hogy az emberek megszokjanak egy forgalmi változást, és erre figyelmeztessük őket. Viszont egy néhány hét elteltével, és én most nem fogok és nem is akarok dátumot mondani, hogy mikortól már a közterület felügyelők vagy a rendőrség, ha ilyen szabálysértést észlelnek, hogy az egyirányú utcával szembe haladnak, akkor természetesen büntetni fognak, tehát ne gondolja senki, hogy ez mindig csak figyelmeztetés lesz, de külön kértük a hatóságokat, hogy először csak figyelmeztessenek, hogy a lakosság meg tudja szokni ezt a változást.